Üdvözlök mindenkit! Egy olyan témáról fogok beszélni, ami néhány éve még igen komoly szentségtörés lett volna egyáltalán szóba hozni Magyarországon, ugye? Mert mindenki ragaszkodik a vizuális észlelési technikákhoz, mint hagyományos, régi magyaros észlelési mód. De szemmel láthatóan a világ azért fejlődik, és egyre inkább az amatőr csillagászatban is beszivárognak azok a technikák, technológiák, amiket a professzionális csillagászat már régóta használ. És Amerikában már gyakorlatilag inkább a vizuális megfigyelések tartoznak a ritkaság számba. Már mindenki meg tud vásárolni bármilyen digitális eszközt, CCD kamerát, automata távcsövet, mindenfélét. Na most a másik dolog, ami az érdeklődésemet felkeltette a digitális változó észlelés irányába, az, hogy Magyarország, nem csak Magyarország, a világon mindenhol, ugye a nap felében nappal van, amikor nem igazán lehet hozzáférni a változó csillagokhoz, a maradék másik felében meg felhős az idő és esik. Különösen mostanában Magyarországon ez így megy. Tehát abban nulla órában még látszik az égbolt, addig nagyon kevés változó csillagot lehet észlelni. Hát mit lehet ilyenkor csinálni? Az nem megoldás, hogy az ember épít magának egy nagyon korszerű robottávcsövet, mert azt se lát át a felhőkön, hanem ilyenkor az van, hogy keresni kell a világon olyan robottávcsövet, amit más épített, és olyan helyen van, ahol éppen sötét van, és derült az ég, és nehogy Isten az embert odaengedik, hogy használja ezeket. Egy kb. 2 éve volt, amikor elkezdtem az interneten keresgélni, hogy léteznek egyáltalán ilyen berendezések, ami ez a szép képeken kívül mást is lehet nézegetni. És kiderült, hogy elég sok ilyen szervezet foglalkozik távcsőidő bérbeadásával, már tetszőleges emberek számára, aki hajlandó kifizetni az árát ennek. Csak úgy példaképpen írtam föl 3 ilyen szervezetet, mindegyik nagyon eltérő árazással számolja a távcsőidőt, nem lehet nagyon összehasonlítani. Az első, az a GRASS rendszer, az 8 távcső tartozik hozzá, méghozzá úgy, hogy 3 különböző időzónában gyakorlatilag a 8 távcső lefedi a teljes földet, Ausztrália, Dél-Afrika, Amerika, tehát a nap bármelyik szakaszában tud olyan távcsőt felmutatni a vállalkozás, amelyik éppen derült idő esetén az égboltra, és a csillagokat is látja. És körülbelül olyan árazásban vannak, hogy $1 lehet csinálni egy képet. Nyilván nem így, hogy lefizetek $1 és csinálok egy képet, hanem valamennyi havi díj van, és akkor azért csináltok valamennyi képet, meg valamennyi távcsőidőt használhatok. És a másik két ilyen, hát ezt a vállalkozásnak mondanám, mert valójában amellett, hogy nyilván ők is csinálnak kutatásokat, ezért főleg a távcsőidő bérbeadásával foglalkoznak. Most ezeket viszont úgy kell képzelni, nem kis távcsövek, tehát ez egy példa, az egy, hát egy olyan, nem tudom, 24 incs körüli távcsövek szoktak lenni. Tehát az már nem egy binokulárváltozóknak megfelel. Na most, ugye jó magyar ember lévén, az első gondolatom az volt, hogy meg lehet-e úszni fizetés nélkül az ilyet. És ez már nehezebb dió volt, mert ilyenből viszonylag kevés van, de szerencsére találtam egy olyan távcsövet, amelyik nem túl nagy, meg nem mindig a legtökéletesebb, viszont teljesen publikus a felhasználása, ez a Bradford Robotic Telescope. Erről azt kell tudni, hogy ez egy angol, a Bradford városának egy főiskolája, építette, és a Kanári-szigeteken helyezték el. A történet valami olyasmi a honlapjuk szerint, hogy valamikor a 90-es évek közepén az angol oktatásügyi miniszter, gondolom szóltak neki, valahogy ráébredt arra, hogy Angliában nem jó az időjárás, és viszont nagyon sok egyetemen oktatnak csillagászatot. Most ezek a csillagászat ott hallgató diákok, hát hiába akarnának távcsőben nézni, az angol időjárás nem teszi lehetővé túlzottan.
akkor mi lenne, hogyha építenének az egyetemek maguknak mindenféle távcsövet, amik ilyen robot távcsőszerűek valahol más országban lennek elhelyezve, és akkor a hallgatók azok ezen keresztül, interneten keresztül használnák a távcsövet, és így tudnának ténylegesen csillagászati gyakorlatot végrehajtani. Na most én úgy olvastam, hogy három ilyen egyetem volt, a harmadikat nem tudom micsoda, a másik a Liverpooli Egyetem volt, és hát értelemszerűen az EZO Kanári-szigeteki obszervatóriumába helyezték el a távcsöveket. Na most ez két különböző obszervatóriumot jelent valójában. Az egyik a Tenerife-n van, a másik meg La Palma-n. A La Palma-n vannak a nagy távcsövek, Tenerife-n meg olyan 1-1,5 méteres távcsövek a legnagyobbak. A Liverpooli Egyetem az valószínűleg több pénzt kapott rá, mert ők hát odaraktak egy 2 méteres távcsövet, hogy azt avval lehet majd játszani a gyerekeknek. Az nem is publikus, tehát az csak az egyetem hallgató és oktató érik el. Viszont a Bradfordi távcső az egy kicsi celestron, hát kicsi, egy C10 és 28 cm, nem 35 cm-es celestron, ami hát itt a mi körünkben nem lenne olyan nagyon kicsi, de hát ilyen komolyabb csillagászati obszervatóriumban kisméretű távcsőnek számít. Viszont elkövették azt a remek dolgot, hogy publikussá tették a távcső hozzáférését. Nyilván a főiskola hallgatói, meg a oktatók, azok előnyt élveznek akkor, hogyha használni akarják. Viszont egy egyszerű regisztrációval minden ember alkalmat kap arra, hogy kérjen képeket tőle. Tehát ez. És egy nagyon jó CCD kamera van, 1024x1024 pixeles. Most az idő, ahogy telt, mások is rájöttek arra, hogy ilyen módon érdemes fölkelteni az érdeklődést, és az Avasó elkezdett egy projektet, ami azt mondja, hogy az Avasó tagok férjenek hozzá ilyen robottávcsövekhez, ingyen és bérmentve, és használhassák megfigyelésekre. És ennek az első példánya elindult tavaly, amikor nyáron vált publikus az észlelők számára. Ez a Sonoita Obszervatóriumban van. Hát ez szintén egy C14, valamiért ezek szeretik a C14-eseket. Ez egy másmilyen, de ugyanolyan méretű CCD kamera van. Itt az ideológia egy kicsit eltér a Bradfordi távcsőtől, mert itt nem egyes fotók készítését tették lehetővé, hanem kutatási programokat kell kérni az Avasótól, amit aztán elbírálnak, és ha úgy gondolják, hogy ennek van értelme, akkor ezt engedélyezik. Na most erről az utóbbiról majd nem sokat tudok majd mondani, mert én ugyan próbálkoztam az Avasónál, de nem kaptam választ arra, hogy bármit is foglalkozhatok ezzel. Most az Avasó az ennél tovább fog menni, és tervekbe van véve még további távcsövek bevonása a projektbe. Állítólag idén elérhetővé válik ez a két távcső, ezek már kicsit nagyobbak, és így messziről komolyabbaknak is néznek ki. Őszintén szóval... Nem, én azt hiszem, hogy ez... Igen? Akkor... Aha. Aha. Akkor ez meg lehet az. Annyira részt nem néztem részesen utána, mert örültem, hogy ezeket a képeket megtaláltam róla. És ezen kívül még terve van, hogy még két csillagvizsgáló bevezetése, azok szintén valami ilyen kategóriájú távcsövek. Természetesen vannak még itt ezeken a helyeken kisebb távcsövek is, amiket szintén lehet majd valamire használni. Azt még nem láttam, hogy az Avasónál én a távcsövet igényelhetem-e, vagy csak a kutatási programra majd kijelölnek valamit, ami alkalmas erre. Ez majd kiderül, ez a jövőben kiderül. Na most, hát ezek a lehetőségek. De mi van akkor, hogyha tényleg akarom használni? Tehát az, hogy lehetőségem van valamire használni, az nem jelenti azt, hogy tudok is élni vele. Na most természetesen valószínűleg minden előadásban fog szerepelni a Google Maps-ről leszedett térképsorozatok. Most már lassan két éve használom a
Bradfordi távcsövet helyjel közzel. Na most a Bradfordi távcső az Tenerifén helyezkedik el. Most úgy nézzük, mintha által megfigyelt változó csillagok szemszögéből látnánk őt. Hopp. Nekem is megy. Ez a valami, ez a Kanári-szigetek talán a legnagyobb szigete, Tenerife. Itt van egy 3000 valahány száz méteres hegycsúcs, a Teide, és valahol a csillagvizsgáló itt a Teide, és itt lehet valahol a csillagvizsgáló. Itt van maga ez. Itten nincsenek olyan nagy távcsövek, ez a kisebbik csillagvizsgáló komplexum az EZO-nak. Illetve pontosabban ez eredetekben spanyol csillagvizsgáló komplexum volt, csak hát most az európai távcsöveket is lehet ide is telepíteni. Itt a legnagyobb távcső, azt hiszem, hogy ez valami, azt hiszem, hogy 1,80 méter, de ezt nem kifejezetten csillagászatra használják, hanem ilyen műholdak adatait, műhold követésre, vagy műhold adatok értékelésére. Van néhány 1 méter körüli távcső még itt, és az a pici légypiszok ott, többi nagyfehér mellett, az a Bradfordi távcső. Azért kellett, mert különben nem találjuk meg. Na, hát hogy is lehet hozzákezdeni egy munkához? A Bradfordi távcsőnek van egy viszonylag kulturáltan kinéző honlapja, azon valahogy regisztrálom magamat, ez nagyon könnyen és egyszerűen megy, illetve abban az időben, amikor én regisztráltam magamat, akkor pont nem működött rendesen a regisztráció, úgyhogy több hónapot kellett küszködni vele, hogy sikerüljön. És utána egyszerűen koordinátákat megadva megmondom, hogy milyen égterületről szeretnék fényképet készíteni vele, és utána sorsára hagyom a kérésemet. Egy idő után lesz egy ilyen listám a különböző kérésekről, amiket hát a jó szerencse tudja megmondani, hogy mikor fognak elkészülni. 5. Akkor kicsit ráhúzok. Na most az a hozzáállásuk a Bradfordi távcsőkezelőknek, hogy egyszerre 5 kérése lett az embernek hozzájuk, mert kb. 20 000 felhasználója van a távcsőnek, és azoknak valahogy be kell osztani a távcsőidőt. Nekem az volt a tapasztalatom, hogy ha éppen nincsen oktatási időszak, tehát az iskolások nem használják, akkor egy éjszaka meg tudják csinálni mind az 5 képet. Kéve Gary Poynernek, akinek többet is. Na most nem mindig tökéletes az eredmény. Volt nagyon hosszú időszakon keresztül, amikor vezetési hibás volt a távcső, fókuszálási hibás, tehát valami ilyen torz születteket kapott az ember. Ezeket csak azért nem dobálja ki az ember, hogy be lehessen mutatni ilyen helyeken elrettentő példának. Ez már annyira rossz, hogy ezt már nem. Fotometriai célra nem rossz, ha nem teljesen fókuszált a kép, ha egy kicsit elmozdul a csillag, az sem rossz, de amikor nagyon elmozdul, tehát a csillag csíkja átmegy a fél látómezőn, vagy ilyen furcsa alakzatokat ölt, az már nem egészséges. Van, amikor az egész, vagy a CCD, vagy a tükör, vagy valami bejegesedik, és akkor ilyen nagyon furcsa, olyan, mintha vinyettálódna, de hát nyilván nem, mert az év másik szakászában nem mutat vinyettálódást. Ilyen furcsa megjelenése van a képnek. Vagy egyszerűen az ember véletlenül nem vesz észre, hogy olyan kérést tett föl, hogy a hold oda mászott, és akkor a kép egyik fele gyönyörű, szép pontszerű csillagot tartod, a másik fele meg a holdat. És utána meg az ember csodálkozik, hogy másnap még működik a CCD kamera ezek után. És természetesen a változó csillag az a hold felőli oldalon kellett volna, hogy legyen. Nyilván az ember, amikor a kérést átadja a weboldalnak, akkor nem tudja, hogy mikor készül a kép. Vagy csillagokat kell nézni. Igen. Vagy pedig az ember eltéveszti, és nagyon hosszú expozíciós időt kér, és akkor egy ilyen fergeteges csillagözönt kap, amiben nem találja meg a változót. A nagy meglepetés az, amikor végre sikerül egy-egy kép, és olyan dolgok tűnnek fel a képeken, amire az ember nem is számít.
Ezt egy zsánerképnek szántam a NGC 6543-as planetáris ködről, mindenki kedvence. Pont ez az objektum nem lett egy nagyon szép rajta, mert beégett a CCD-re. Viszont feltűnt a képen két oldalt két galaxis, és egy másik planetáris ködnek nevezett objektum, ami valójában a NGC 6543-nak a külső burkának egy része, és az eredeti képen még a külső burokból is látszanak bizonyos részek. Vagy pedig az egyik kedvencem, a CS Cygni, ami egy, hát egy nem túl fényes Mira változó, és amikor vizuálisan észleltem régen, ezen a ponton az avasó térképe jelzett egy fényes csillagot, ami valójában sosem láttam szabad szemmel. És a CCD felvételen látszik, hogy itt van egy galaxis, ami kb. 15 magnitúdós. Még rendes elnevezése sincs, hanem valami infravörös katalógus száma van. És ezen kívül itt a másik helyen is ha van egy galaxis, ami rajta van a képen. 2 perc. A lényeg fog lemaradni. Vagy pedig egyik kedvencem, ez egy ismeretlen Mira változó, ami fél fokra van a Süsü Cygnitől és fél fokra a WY Cygnitől, de ez sokáig ismeretlen volt, mert a fényesebb csillag egy 12 magnitúdos, és ettől 8 ív másodpercre helyezkedik el. Tehát vizuálisan igen-igen nagy kihívás ezt észlelni, különösen 16 magnitúdos minimumban. Ez a nem saját fénygérő, ez a adatbankunkban megtalálható fénygörbek, nagy része Gary Poyner, és esetleg egy-két pötty van tőlem, vagy a Kereszti Zsoltitól. Na most, ha megszületett a kép, akkor fotometrálni kell. Hát erre minden normális ember, aki nem, minden nem normális ember, én is az Iriszt használom. Ha jó képekkel 17-18 magnitúdó határmagnitúdót lehet elérni szűrővel. A szűrő nélkül van szerintem még egy kicsit jobb, de akkor már nem igazán pontos a fotometria. Na most, amit beszeretnék mutatni, hogy nem csak saját képeket lehet, tehát a Bradford távcsővel el lehet érni az összes valaha elkészített képet. Nagyon nem lehet benne keresni, mert amikor csak koordinátákkal van megadva, akkor nem tudja megkeresni azt, ami körülbelül azt az égboltot ábrázolja, de ha tudok valamit, ami mondjuk egy jellegzetes mondjuk mélyég objektum mellett van, mint itt az M27 esetében, akkor nagyon sok képet tudok keresni. Na most egyszer valahol olvastam egy nagyon tréfás felfedezésről, egy állítólagos... 97 perc. Nekem valami weboldal van kinyomtatva, de teljesen igazad lehet. Mi szerint ez a Leosz Ondra, egy cseh csillagász, nem tudom, hogy akkor még csillagász hallgató volt-e, vagy megkutató volt? Amatőr volt. Valami olyan témája volt, hogy a planetáris ködök központi csillagának a saját mozgását próbálta meghatározni, és ez a 1990-es Astronomy magazin elején szereplő M27 felvételt megpróbálta összehasonlítani az 1990 őszén megjelent Deep Sky magazin címlapján megjelent M27 képpel, hogy a két kép közötti elmozdulást megnézi, és ezen felfedezett egy változót, ami ott van, egy meglehetősen halvány változó, és itt a Bradford távcs esetében az M27-re rákeresve egy olyan kb. 200 darab felvételt lehetett találni, amit végigméricskélve nagyon gyorsan és nagyon felelőtlenül azt találtam, hogy ez a változó ez nagyon szépen kimérhető. Még vizuális fénygörbély az nem nagyon van, mert annál halványabb, a szürkék ezek a negatív észleléseket jelentik. Itt van valami leszálló ág, meg itt van néhány mérés. Viszont a vörös színben csak nem folyamatosan látszott, és hát ugyan annyira nem jók a mérések, mi egy ködnek a közepén található, hogy meg lehessen mondani, hogy pontosan milyen, de azért az látszik, hogy egy meglehetősen nagy amplitudójú
akármire, akár félszabályos változó lehet. És már csak a semmi, hogy ez csak úgy poénképpen került ide, hogy Legóból is bárki épített magának robottávcsövet. Köszönöm szépen!